A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium életében mindig is fontos szerepet játszott a sport. Elég csak az atlétikai centrumra, vagy az ugró és futópályára gondolni, mely szinte egyedülálló a magyar középiskolák között. 92 óta egyháziskola vagyunk, és az egyházi iskoláknak, mind szakmai, mind pedig egyéb vonatkozású szabadságával élve, számos olyan dolgot meg tudtunk valósítani, amely a későbbiek folyamán több lehetőséget kínált más iskolákban is. Csak úgy érdekességként mondom, hogy a mindennapos testnevelést mi már a 90-es évek óta csináljuk, és rájöttünk arra, hogy a tárgyi feltételek azok sosem lesznek olyan mértékűek, hogy megelőzze a valós igényeket. Tehát nem úgy szok lenni, hogy nagy tornatermet építünk, és majd megtöltjük tartalommal, hanem az élet azt igazolja, hogy először neki kell fogni, és az élet kikényszeríti, hogy a tárgyi feltételek javuljanak. És hát ebben, hála Istennek, nagyot tudtunk lépni. Úgy is mondhatnám, hogy az országban kevés olyan intézmény van, hogy ilyen optimális feltételek vannak a mindennapos testneveléshez. A Testnevelő Tanárok Országos Egyesületében ebből a tartalmi megújulásból számos dolgot ismernek, hiszen rendszeresen találkozunk összeveteleken, és eljutottunk odáig, hogy innen-onnan most a második alkalommal egy országos testnevelői konferenciát Bonyhádon rendezünk. A konferencián most kettő dolgot tűztünk napirendre. Az egyik, hogy a mindennapos testnevelésben most már a inger gyakoriságot biztosítja a jogszabály, tehát minden nap találkozunk a gyerekekkel. A tantervek az inger nagyságát biztosítják, hogy mit kell csinálni a testnevelés órákon, viszont nagyon kevés visszacsatolásunk van, nem tudjuk pontosan, mennyire vagyunk hatékonyak. Ezért célul tűztük, hogy most a legkülönbözőbb területeken, atlétikát, tanterv különböző területeiről nézzük meg, hogy hogyan lehetne visszacsatolást megmérni, hogy mennyire vagyunk hatékonyak. A másik, a nevelési célkitűzésünkben azzal, hogy naponta találkozik a testnevelő gyerekekkel, tehát tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy a keze alatt lesznek felnőtté, hogy a sokféle hatás, ami éri ezeket a gyerekeket, most egyet tűzünk célul, ez pedig legyen a fair play szelleme. Hogy a lovagiasság, az udvariasság, a fair play, az legyen mindennapos téma a tanításunkban. TF-en nemrégiben volt egy fair play konferencia, és én a TF-nek a rektor helyettese vagyok, ezért mondom így. Mindenképpen az iskolákba szeretnénk, hogyha ez a szellemiség bekerülne, és a nemzeti alaptanterben is szerepet kapott, tehát expressis verbis benne van, hogy a fair play szellemisége a testkultúrának és a testkultúrán keresztül az egész nevelési közegnek a részét kell, hogy képez. A fair play-ben annyi mindent megtanulhatnak a gyerekek, a toleranciát, az egymáshoz való viszonyulást, a közösségi szellemet, sok-sok mindent. Tehát ez mindenképpen, hogy mindenképpen ott kell, hogy legyen, és ott is van a legújabb tantervi dokumentumban. Az elmúlt évtizedekben a testnevelés jelentős módszertani módosuláson esett át, mondta Seidler Géza, a konferencia főszervezője. Új szemléletű módszerek költöztek be az oktatási intézményekbe. Nagyon sokat nyitott a testnevelés mozgásanyagában, hogy a gyerekek minél élvezetesebben, minél sokszínűbben közelítsék meg a mozgást, és hogy minél közelebb kerüljenek a sportbeli jártassághoz. Ez egy komoly előrelépés volt a testnevelésben, viszont eljutottunk odáig, hogy most arról is kell beszélni, hogy ezt a sokszínűséget hogyan tudjuk az iskola nyelvére refordítani, hogyan tudjuk értékelni, hogyan tudjuk ezt tulajdonképpen a legvégén osztályzatokba úgy megjeleníteni, hogy annak a pozitív, megerősítő jellege megmaradjon. Mert alapjában véve az iskola egyik fő nyelvezete az az osztályzat és érdemjegy. És valahol minden folyamatot nekünk kell tudni oda elvezetni. Mi most azokat az utakat próbáljuk keresni, ezért aktuális most ez a téma, hogy mindaz az újszerűség, mindaz a nyitottság, ami megjelent a testnevelésben, hogyan tud az értékelés nyelvezetében is kifejeződni. Tapasztalat az, hogyha valaki hobbi, örömszerűen sportol, ő is elkezdi mérni a teljesítményét. Tehát mindenki méri, mindenki kíváncsi arra, hogy amit teljesítettem, az mit mutat egy bizonyos skálán.
úgy érzem, hogy azok a jó testnevelők, azok tudnak igazán maradandó nyomot hagyni, akik ezt a kettős, ezt a valóban mondhatjuk, hogy egy ambivalencia mutatkozik ebben, ezt fel tudják oldani. És igazából én azt gondolom, hogy ez a pedagógia lényeg, és nekünk most az a célunk ezzel a konferenciával, hogy próbáljuk meg azokat a módszereket, eljárásokat bemutatni egymásnak, amivel ez a kettőség föloldható. Hamar Pál, a testnevelő tanárok országos szövetségének elnöke arról beszélt, a jövő testnevelési tanterveiben megkülönböztetett szerep jut majd a honvédelemre való felkészülésnek. Ez már elég régóta napirenden van. A fiataloknak nem csak a fizikai aktivitás edzettsége alacsony szintű, hanem egyszerűen, mivel nincs sorkatonai szolgálat, ilyen típusú képzést vagy ilyen tevékenységet nem folytatnak, nem kapnak. Tehát ilyen értelemben mindenképpen kell, hogy ebben valamiféle előrelépés legyen, és a két legújabb tantervi dokumentum ebben előre is fog lépni. Nem nagyon rigorózus, szigorú katonai drillre gondoljunk. Filoni Ferencibaja polgármester arról szólt, Bonyhádváros számára jelentőséggel bír a sport. Jól mutatják ezt a beruházások, mint a sportcsarnok vagy a sportpálya, vagy éppen a kerékpározást népszerűsítő programok. A városban, mondta Filoni Ferencibaja, az országos törvényhozást megelőzően kötelezővé tették a testnevelést minden oktatási intézményben. Ezzel is jelezve a város ilyen irányú gondolkodását, mely azóta is jelen van és befolyással bír a döntések előkészítésében.